Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. A Pilis-hegységről lesz szó. Hősidőkben, mely nem erről az emberiségről szól, észak és dél között mindig létezett egy tiltott terület, ahol nem volt szabad háborúzni és fegyvert forgatni. Ez a terület a Kárpát-medence volt. Mivel pedig az emberek már akkor is egymás ellen harcoltak, e harcokat a földi világban, e korokban a tűz, víz, levegő, föld elemek templomainak elvakult hívői gerjesztették. Később e vakságon túllépve a hét ős principium templomainak hívő sokasága kezdett egymás ellen küzdeni, de a Kárpát-medence még ekkor is a béke helye maradt. E rend végérvényesen akkor borult, amikor Lemúria pusztulását követően az egyes kontinensek különféle utat választó papsága a népek elbutításával kiérdemelte magának a teljes vakság jogát. Ez a korszak körülbelül 14 ezer évvel ezelőtt kezdődött. Ekkoroktól létezik a bűnről, büntetésről és bűnhődésről, pokorról és purgatóriumról alkotott hamis teória, és ekkoroktól kezdve harctéri terület a Kárpát-medence. A Pilis ekkor még becsülettel tartotta magát, mert aki pórember ide bármi okból betévett, az innen élve ki nem kerülhetett, mint ahogyan ugyanez máig működik a világszerte szigorúan titkosított csillagvárosokban. Bennünket ez legfeljebb, ha azon okból érinthetne, hogy a hajdan volt világok legutolsó csillagvárosát, amely még a hét ős principium orákulumaként, oktatási központjaként működött, a Turul európai körzetében, Görgényben a császári haderő rombolta szét körülbelül 160 évvel ezelőtt. A Pilis rejtett szentsége még ekkor is védve volt, mint örökös királyi birtok. Ezt követően szabadult el a pokol, s e helyzet mára kiteljesedett. Jelenleg a Pilis önmagát védi, úgy tűnik sikerrel, mert felelős eszme és felelős ember sehol nem áll a vártán. Az ellenünk fordult világot ugyanis a belső erőnkkel, nekünk magunknak kellene megállítanunk, illetve helyes irányba fordítanunk. A Pilis harcokban edzett kutatója, dr. Lánszky Imre ökológus, akivel, amíg a helyzet úgy kívánta, sikeresen együttműködtünk, de ezen együttműködés csak is úgy tekinthető igazán eredményesnek, amennyiben a helyzet vezérfonala a továbbiakban is az ő kezében marad. Hogy úgy mondjam, mereven ragaszkodni próbálunk az ő elsőbségi jogához. Jelenleg ugyanis nem több és nem kevesebb itt az erő és az ellenerő, mint az élet bármely más területén, ezért a helyzet és az egyes helyszínek feltárásával egyidejűleg az eredmények elhomályosítására is különös gondot próbáltunk fordítani. Lelkes amatőrök ezreinek tolongása és egy-egy félig meddig meghirdetett feltárás közepette ugyanis már nyilvánvalóvá vált, hogy mindazoknak a csekélyke eredményeknek, amelyekhez hozzájárulhattunk, azóta valamennyi tárgyi bizonyítéka eltűnt, egy-egy faragott kőnek ma már csak a hűlt helye található, ha csak mi magunk az egyes tárgyi bizonyítékokat, azok lefényképezését követően vissza nem temettük. Tekintsünk bele abba, hogy miről is van szó. A Pilis-hegységben négyféle alagút, barlang és pincerendszer található. Először is az egyszerű alagutak, amelyeknek 800 méter mélységig sok helyütt szerves részei a természetes hőforrások járatai,
Másodjára, a templomok alatt 1000 évekkel ezelőtt kötelezően kiépített egyszeri pincerendszerek, mivel hogy a régi templomok fűthetőek voltak alulról, hogy a hívők ne fázzanak. Harmadsorban a Szent György háló központi kereszteződései alatt, mint főoltárok alatt kötelező jelleggel kiépített kettős pincerendszerek és katedrális helyek találhatóak. Negyedszer pedig a földanya szív csakrája alatt kötelező jelleggel kiépített hármas szellőző és pincerendszerek, melynek járatai máig hosszú kilométerekre vezetnek. Csak az ezüst kevés északi oldalán E4 rendszerből körülbelül 4x3 négyzetkilométernyi területen 5 várat és 64 alagutat sikerült fellelnünk. Valamennyi alagút és a közöttük található átjárások, például 7-16 méter mélységű kutak tömege, öntött kő technológiával tökéletesen be van tömedékezve, el van temetve. E technológiáról máig Magyarországon írott könyv nem áll rendelkezésre, s valamennyi tudós, kutató és akadémikus egy kivételével meggyőződéssel vallja, hogy ezek mind-mind természetes kőzetek, ilyen technológia nem létezik. Somlosi Lajos barátom körülbelül 15 évvel ezelőtt Franciaországból küldött nekem egy listát, az ott megjelentetett francia nyelvű öntött kő technológiáról és a kőragasztás ősi módszereiről. E listán több mint 100 olyan könyv címe szerepel, amely a kőöntési és kőragasztásos körülbelül 50 ezer éves technológiát magyarázza. Mi magunk betemetett és öntött kőzettel teletömött hajdani kutak helyén csákányoztunk, és véstünk az úgynevezett szakértők szerint természetes alapanyagú sziklákat, még nem az egyik szikla belsejéből fél méter mélységből egy kapa törött vas része fordult ki, majd ugyanott egy méternyi csákányozást követően egy félbetörött fejsze vas részének teljes éle került elő, ugyancsak a szikla legbelsejéből, egy méter mélységből. Egy természetes alapú hévizes barlang előterében körülbelül másfél tonnányi fel nem dolgozott, tehát feltehetően több száz éve ott felejtett öntött kő alapanyagra leltünk. Ez a technika ma ismeretlen Magyarországon. Dr. Csicsor János vegyi laborja szerint az öntött kő alapanyag egységes kémiai összetételű, nagy mennyiségben alumínium-oxidot, szilícium-oxidot és kálcium-oxidot tartalmaz, míg nyomokban található benne nátrium, magnézium, mangán, szén, titán, foszfor, vas és kálium. Rejtély, hogy ezt az öntött kő alapanyagot, amely leginkább a műanyagosok fröccsöntő granulátumára hasonlít, nagy mennyiségben miként állították hajdan elő, de két észrevétel tényként közölhetünk. Az egyik az, hogy a granulátum kávédarálóban pillanatok alatt púder alakra hozható, a másik pedig az, hogy valamennyi hajdani alagút bejárat, falrés, rejtett vagy rejteni való ősi alkotás vastagon ezzel a vöröses mázzal van bekenve, s legbelül szinte minden 5-15 cm-nyi vastagságban simára van végig öntve ezzel az anyaggal. S ahhoz, hogy bármiféle sarkos vagy faragott kőre lejjünk, illetve bármiféle barlang szikláit mesterségesen alkotott kőzetei felleljük, előtte ezt a felettébb fagyáló és csákányáló, mégis oly puha réteget először mindenütt fel kell törni. A helyzetet csak bonyolítja, hogy a helyszíneken bármi nemű szisztematikus kutatást megelőzően körülbelül 400-600 ezer köbméternyi odahordott kőtörmeléket és sziklát kellene eltávolítani.
a kút öntött kőzeteiből, bocs, szikláiból, kifordult negyed kapa és fél fejsze életkora, dr. Lánszky Imre laborja szerint a 200 évet nem haladja meg. Érdekesség, hogy valamennyi alagút kiáratánál még jól kivehetőek a hajdan volt odavezető szekérút nyomai, még ha 1000 évvel ezelőttiek is, és ezek a szekérutak a nyomokat illetően is éppen az alagút kiáratoknál végződnek. Egy-egy alagút vízlevezető árokként is funkcionált, és kiárata mellett lehetett a forrás, mert látni, hogy az alagút vélt kiárata környezetéből egy buzogó vízáramlás a sziklákig sodorta le a termőtalajt. És ez máig nagyon jól kivehetően látszik. Az ezüstkevély felől a nagy kevély oldalán felfelé egy nyílegyenes, lerombolt várfal, egy egész városfal húzódik kilométeres távon követhetően, városfal, sarkain védőbástyák nyomaival, a bástyák alatt az elmaradhatatlan közlekedési kutakkal, melyek mélysége 7-14-16 méternyi. És a városfalon kívül falal párhuzamosan megépítve, ott van a futóalagút, amely végig követi a hajdani falat. A futóalagutakból a kutakba vezetnek a járatok. Ezek a kutak természetesen ma be vannak tömedékezve, és egészen a föld színéig mázsás, tonnás sziklák vannak ráhaigálva, hogy a pórember ne is tudja megkezdeni az ilyen irányú kutatásokat. Körülbelül 350 méterrel a Nagykevély csúcsa előtt, Csillaghegy felől, nyilvánvalóan a Keve nemzetség területén, ősibbnél is ősibb kicsiny Vénusz oltárt találtunk, majdnem tökéletes állapotban. Ez egy szekérrel is hajdan járható, körülbelül 3,5 méter széles alagút kiárata felett egy domtetőn helyezkedik el. Az alagút tökéletesen be van tömedékezve, de nagyon jól látható, amint a bontásból kivehetően megtapasztalhattuk, hogy a kősziklák között nedves, híksaras állapotban tunkolták be a sziklákat az ott megnedvesített földbe. A kis oltár egyes csiszolt kövei csodálatosan helyezkednek el, a csiszolt kövek közül a hat ős principium kövei meglehetősen messziről lettek odaszállítva. Majd, hogy nem hatszög alakot adnak ki, csupán lapjával egyfajta irányt jeleznek. Súlyok és tömegük szempontjából talán nem lenne jelentősége ezeknek a 60-160 kg-nyi csiszolt köveknek, de érdekesség, hogy az ős principiumok közül a napkő naptartományból, hármas határhegyi Vöröskőváról származik, a holdkő a hold tartományból, Bilis Szentlélekről, a Merkurkő Merkur tartományból, a Pomázi kőhegyről, a Mars kőzet Mars területről, Budakalászról, a Jupiter kő Jupiteri tartományból, a Szaturnusz kő pedig dobogókőről származik. S mivel a hat kő vette körül a középen található Vénusz követ, nyilvánvaló, hogy Vénusz területen felállított Vénusz oltárt találtunk. Azt már utólag nem lehetett eldönteni, hogy a hat kő által körülvett viszonylag hatalmas tömegű Vénusz kőlap hajdan középen asztalként funkcionált-e, avagy lapjával felállított obeliszként irányt mutathatott-e. Az bizonyos, hogy valamennyi kő, amelyeket tehát különböző helyszínekről hordtak oda,
lapjával egy meghatározott irányt jelzett, s jelez máig, amely irány éppen dél felé mutat. Attila várában található egy igen jól védhető hely, ahonnan 7 alagút indult valaha. A gerincen, a Turul temploma kijáratánál található egy szintúgy igen jól védhető hely, ahonnan hajdani korokban 11 alagút indulhatott, 11 különféle irányba. Fölött a sziklák, a nagyon jól védhető helyszínen, úgy helyezkednek el, mintha inka romokat látnánk. Valamit tudott a Keve nemzetség, de talán más szempontból erre kitérünk. A Turul aranytornyú templomának főoltárától nem messze egy igen nyomorult rezgés állapotot produkáló, felzaklató energiát sugároz a föld. E hely környezetében hajdan vagy kincses kamra volt található, vagy pedig rettenetesen sok ember pusztult el nagy hirtelen, igen nyomorult körülmények között. Attila várából indul a legmeredekebb, s jelentős hosszban körülbelül 45 fokos lejtésű, de mindössze talán ha 1300 méter hosszú, feltehetően lépcsősorral ellátott koppány alagút. 3 helyen bontottuk meg, de képtelenség az alagútba behatolni. Legalábbis mi koppány alagútnak neveztük el, melynek alsó kijárata egy 18 méternyi mélységű kútba vezet, amelyen keresztül átjárás nyílik Pomáz irányába, a hajdani királyfürdőhöz is, a Nagykevére is, valamint a közvetlen közelben található 3-as tórendszerhez, amelyből több is található a környéken. A közvetlen közelben található 3-as tórendszer falai és medencéi máig szépen beazonosíthatóak. E koppány alagút faragott és csiszolt kövekkel szépen kirakott alsó része, körülbelül 20 méter hosszan, színtiszta, krémfinomságú agyaggal van betömedékezve. S bár e rész két helyütt is be van szakadva, ez a picike rész körülbelül 70-80 tonnányi odahordott agyagot jelent. Feltételezésünk szerint a hajdani Attila protokollvárának ez volt az agyagraktára. Arvisúra agyagraktár lehetett, amellyel a tárkán képzés során a fiatal beavatottakat például rovásírásra tanították írni. Ez természetesen csak feltételezés, de az agyag krémfinomságú, szennyezésektől mentes és nagyon jó minőséget feltételez. E részekről már bőven feljegyezhették volna Vajk írástudói, hogy ő maga így gyermekeskedett, és e részekről is írhatta a török szultán, hogy ezen alagutakban néhány lépésenként a hajdani magyar szent királyok szobrai találhatóak. A koppány alagút alsó vége egy ma már omladozó, igen veszélyessé vált kútba vezet, de kiárata a kút oldalába épített kiálló sziklával felülről még így is el van rejtve. Felülről tehát a kútba tekintve semmi nem látható. Ez a rejtett szikla, mely alatt az alagút nyílása a kútba vezet, körülbelül 8 méter mélységben látható. E kút igen veszélyes, senkinek nem javasoljuk a feltárását. E kút további 8-9 méter mélységben belevezet abba a római kori katakombába, amelynek a mi módszereinkkel 10, NASA műszerrel 8 járatát sikerült beazonosítani. A mi bioenergetikai módszereink mindenütt érdekes módon az alagutak tetejét jelzik, a NASA műszer mindenütt az alagút járófelületét jelzi, illetve jelezte.
Jelzett katakombát feltehetően azt követően zárták le 14-16 méternyi zúzott kőtömedékkel. Miután e katakombákban a törökök kimenekülése közben több ezer törököt előzőleg lemészároltak. Maguk a katakombák a római korból származnak, amely korban ugyanis a környékről különösképpen ezekkel a fehér sziklákkal telített hegyoldalról kőbányaként működtetve rengeteg anyagot, alapanyagot elszállítottak. Így módon tudatosan keletkezhettek ezek a járatok, melyeket minden korban bárminemű célra felhasználtak. Nem elegendő, hogy ezek az ott nagy hirtelen lemészárolt lelkek azóta sem érthetik, miért kellett ott akkor meghalniuk, s várnak a végtisztességre, de alig néhány éve a környező dombokra nyáridőben fiatalok költöztek, akik háromnapos, folyamatos és iszonytató sámán dobolással e végtisztességre váró lelkeket teljesen megzavarták. Azóta a környéken végrehajtott bárminemű feltárás katasztrófák sorát indítaná el. Kezdődött ez azzal, hogy a legjobb szándékú gyöngyösi barlangászok, akiknek 16 méter mélységben dolgozó hiteles vezetője odalent dolgozott, amint őt falhoz csapta, majd ellepte a katakombákból váratlan kiszabaduló víztömeg. Azóta a kútban körülbelül 14 méternyi víz található, amely két felől, részben Attila városa Pomáz irányából, részben Attila vára felől, a kút felől pótlódik. A kútról még ejtünk néhány szót. A Pilis-hegységben talán csak a Pilis-hegye, a Nagykevély és a Pomázi kőhegy van az eredeti helyén, idézőjelben, eredeti helyén. A többi hegy mind kőöntési és ragasztásos technológiával készült. Idők homályába vész ez a készítési technológia, de például a leghatalmasabb pilisi ősmasszívum, idézőjelbe a Dobogó kőhegye, melynek valamennyi sziklája Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter tartományokból mesterségesen lett odaszállítva. E terület alapvetően szaturnuszi terület. A nap terület naptartomány, a hold terület holdtartomány, és így tovább. Nos, melyik volt, melyik lehetett az az őrültnek hihető társadalom, amely ezt elkövethette? Ez a társadalmi berendezkedés az előttünk 250 ezertől 100 ezer évig élt emberiség volt. Mi ugyanis sokkal őrültebbek vagyunk náluk az élőfák és a szénhidrogének elégetésével. Abban a régi korban az emberiség a föld energiáit közvetlenebbül hasznosította. Kijelölték ugyanis a föld idegáram központok kiemelt fontosságú helyeit, ezeket nagyon jól megjelölték, és e helyekre, mint későbbi csúcsokra és magaslati pontokra, távoli helyekről sziklákat kezdtek hordani. Energetikailag, minél távolibbról származott valamely kőzet, az új helyszínen történő elhelyezésekor, lerakásakor, annál több energia szabadult fel belőle. Ebben a korban az emberiség így módon nyert az energiát, közben a hegyek csúcsai szép lassan öntve, ragasztva, a föld idegáramok megszentelt középpontjába kerülhettek így módon. Ez az emberiség tehát jobban óvta a természetet nálunk, miközben alkotott. Maradandót alkotott. Így módon a terep lassan átrendeződött, a hegyek csúcsai lassan a mai helyükre kerülhettek, és energetikailag meg lett kímélve az élő természet. Míg nem körülbelül 100 000 évvel ezelőtt hasonló buktatók és hányatott emberi sorsok közepette,
Az akkori emberi társadalmak szövetségre lépve áttértek a naprendszer közvetlen hasznosítására, a kristálytechnológiára, és az emberi világ világkormányt alakítva a hét ősprincipium tiszteletére tért át. Bármint alakultak is az emberiség energianyerő módszerei, a Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz tartományokat, amelyek mindenütt a Földön máig léteznek és beazonosíthatók, a körülbelül 100 000 évvel ezelőtt élt emberiség jelölte ki. Ezen tartományok energetikai vezérlőpontjaiban nyertek elhelyezést a hajdani hitbeli, technológiai és oktatási központok. A Föld különlegesen fontos földrajzi és energetikai pontjai voltak azok a tartományi elhelyezkedések, ahol minden kontinensen a Turu templomai álltak, és hasonló, különlegesen, kivételesen fontos energetikai központnak bizonyultak azok a tartományi elhelyezkedések, ahol a naptartomány magába foglalta és körülölelte a hold tartományát. Ilyen helyet a Kárpát-medencében csak kettőt találhattunk. Feltételezésünk szerint pillanatonként e helyeken újul meg a Föld, folyamatosan itt születik a matéria, vagyis ahol a nap körülöleli a holdat. Magyarul itt lesz a szellemből anyag. Az ehhez szükséges szellemi erőt az elmúlt 100 000 év emberi imádságai teremtették meg. Azt, hogy mely területeken melyik ősprincipiumhoz volt kötelező imádkozni, szintén a hajdani világkormány határozta meg. Említésre érdemes az a történelmi tény, hogy pórember a Pilisből csak pénzért vihetett például építkezéshez köveket. Ám ha faragott követ talált, akkor azt ingyen vihette el, s mellé még császári ezüst pénzt is kapott. Nem csoda hát, hogy mialatt a német ajkúak a maguk fajtájára cserélték a magyar hatalmi elitet néhány évszázad alatt, egyidejűleg a szegény nép a faragott kövekért felforgatta az egész Pilis-hegységet, és széthortak mindent, ami csak ősidők óta fellelhető volt. Többek között így módon állhatott elő az az igen furcsa helyzet, hogy Magyarországon, és ennek történelmi tudott oka van, nem maradhatott épségben történelmi vár. Így módon alakulhatott, hogy még a Pilisben a felforgatott és el nem vitt kőhalmok vastagsága, mivel a nem faragott kőért fizetni kellett volna, ezért a faragatlan kövek vastagsága máig néhol eléri a 15-18 méternyi magasságot is. Ezért is tűnhet meglepőnek, hogy a sok-sok kő alól sok helyütt kipárolgó réz, ezüst és arany kicsapódásokat egymástól az egész Pilisben igen jól meg lehet különböztetni. Dr. Lánszky Imre ezeken a területeken még 99,9%-os tisztaságú arany freskó maradványokat is talált. Ez azért is meglepetés, mert a nyugat és a kelet népeinek ősidők óta minden korban voltak speciális, kincskereső alakulatai. Meg kell bocsájtanunk a folyamatosan ármánykodó vatikáni politikának, amiért a magyarság életébe legkevesebb 1500 éve minden lehető alkalommal kéretlenül is megpróbáltak beavatkozni. Ugyanúgy meg kell bocsájtanunk a hajdani sumér magyarság lerohanásáért, a kánaáni magyar holokausztért, a honfoglalás hamis mítoszáért,
mert ma sem a sors ver bennünket. Meg kell bocsátanunk az összes sérelemért, mert ma az elszámoltatás különös ideje van. Sumér lerohanói, a kánaáni magyarság kiirtói, az ősi magyarság folyamatos piszkálói és pusztítói ugyanis, mi magunk vagyunk, a ma élő magyarok. Mert ez az ok és okozat törvénye, ez a karma törvénye. Aki pedig más népeket ma gyűlöl, az nem sokára közéjük születik. Ez a minden határon túl áradó isteni igazságosság jele, mely akkor is működik, ha felettünk őrködő hatalmi vízfej megtagadja azt. Véleményem szerint az elmúlt évezred egyik legjelentősebb magyar vezéregyénisége Kurszán, Kurtán, Kusaj lehetett, de a történelem nyugati intrika által vezérelt megmásítása már az ő életében is napirendre került. Kurszán nagyságáról, melyről Kurtánként, Kusajként és még néhány elnevezéssel találhatunk némi maradványt az iratok között. Nagyságáról tehát egy hatalmas erődítmény jellegű vár falmaradványai és a hajdani Kurszán város hatalmas kiterjedésű rommezőjének alapjai tanúskodnak, amelyek a teljes Pomász feletti fennsíkot a Nagykevély irányában ma elfoglalják. S róla tanúskodik keményen az is, hogy nevét a honfoglalással kapcsolatosan talán nem is említik. Az azonban majdnem bizonyos, hogy ő volt az egyetlen olyan fejedelem, aki szinte sohasem ért rá megpihenni, várat építeni, jól élni, mert szinte egész életében mozgásban, harcban volt, értünk. Olyannyira, hogy meseszerű elbeszélések szerint még a várát is mások építették helyette, mert ő ilyesmire sohasem ért rá. S mégis mitől az a vakmerőség már, mint bennem, hogy előhozakodom ezzel a sosem hallott jött-ment szöveggel? Roppant egyszerű oka van ennek. Ez az egyszerű ok alázattal görnyezti meg a magyar ember vállait. Ugyanis a nem oly régi, talán ha 1000-1500 éves, híres nevezetes esküvői és párválasztási, lakodalmi, kiváltságos szokások közül történelmünk folyamán legendás népszokásként máig a kurszánvári esküvő hagyománya maradt meg. Ezt olykor idősebb generációk faluhelyen máig emlegetik. A kurszánvári esküvő pedig nem akármilyen esküvő volt, mert annak híre futott az egész Kárpát-medencében, és a magyarság életerejének, kultúrájának, túlélő képességének bizonyságává válhatott. Aki tehát veszi a fáradtságot, s a Pomász feletti vonulatról áttekint a Nagykevélyre, s kicsit Csillaghegy irányába lepillant Attila protokoll várának romjaira, amely innen csupán jól védhető apró dombocskának tűnik, meg fogja érteni, hogy Kurszán történelmi alakja éppen úgy hiányzik a tanított magyar történelemből, mint amiképpen hiánnyel pótolja Árpádházi Dózsa György valódi alakját is. Mindahogyan csupán hiányjelként maradtak fenn az aranybulla sok-sok kiváltságot élvező jobbágy urai, és az intrikus nyugati kultúrának köszönhetően négy különféle magyarázatot kreáltak csak arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen kit is csapott agyon a kürtjével halál előtt lehelvezi. Egyet érdemes megjegyezni dicstelen, folyvást idegenben szaladgáló, s másoknak gazsuláló mai nagyjainkról. Egy sem közülünk származik.
mármint nem a mi vérünkből való. Mert a magyar szent király idegennel személyesen nem tárgyal. Így kellene óvnunk ugyanis a vízözön környékén Atlantisról kirajzott intrikus sáska népektől egy igazi vezető életét. A Dunától a hajdani Attila váráig a régi kikövezett út szélső gyönyörű kősora hozzávetőleg 7-8 helyen bukkan elő. A Dunától Attila váráig vezetett az út. Az út kétfelőli szélső kősora 40-70 cm-nyi szélesség és hosszúságú faragott kövekből áll. Ilyen helyekre kellene általános iskolai osztályokat vezetni, a régi kultúránk csodálatára, nem pedig a Váci múmia kiállításra és a terrorházába. Kis hazánk térképén pontok sora világít. Egyetlen ilyen pontnak utána jártunk. Megjegyzem, emberi életenergiával, vagyis a mi módszereinkkel ilyen helyeket kutatni nagy vakmerőség, teljes leépüléssel is járhat. Meg kell tehát várni, amíg a tudomány e területek kutatását illetően kellőképpen előbbre képes jutni. Nos, tehát egyetlen pontot, mely a magyar térképen világít Magyarország felett, sikerült beazonosítanunk. Árpád nevére, ha kimondjuk vagy végig gondoljuk, az ország térképén felvillan ez a pont. Felvillan Pécel környékén is, a hajdani Földvár területén, de a terület olyannyira beépített, hogy oda nem is érdemes volt elmenni. Nem volt érdemes elmenni. Tehát beazonosítottunk egy pontot, a megyei, majd a pilisi turista térképeken is. Ezt követően a helyszínen kezdtünk keresgélni. E pont tehát Árpád nevét kigondolva vagy kimondva, pulzálva fényleni kezd. Ezeket sokan látják. A helyszínen a keresett pont Csobánka környezetében volt található. Bioenergetikai módszereinkkel irányba állva útnak eredtünk a hegynek felfelé, és alig fél órán belül a jelzett helyen álltunk. Az erdei fák között az avarban először fel sem tűnhetett, hogy éppen e pont kellős közepén állva, tulajdonképpen egy kövekből kirakott, tökéletes 4 méter széles és 4 méter hosszúságú kőkereszt középpontjában állunk. Ez az energia csatorna tehát mások által már régi időktől meg lett találva, ki lett építve, be lett azonosítva és fel lett használva. Az energia csatorna csugárzó helye pontosan egy talpalatnyi terület. A helyszínt kissé kitisztítva láthatóvá vált, Európa talán feltehetően vagy beazonosítható a legősibb geodéziai jelzéssel. Ilyen jelzéssel másút nem találkoztunk. Sajátosságai. A kőkereszt 4 végpontjában lévő kövek mindegyike ki van élezve. Közülük 3 ugyanazon irányba mutat, míg a negyedik, e szempontból tehát a leghátsó, az ellenkező irányt mutatja. Lapjával tehát mind a 4 kő ki van élezve. Az egyetlen hátrafele mutató kő tömege kb. 160 kg-nyi lehet, az előre mutató keresztvégek közül a 2 szélső kő tömege ezzel majdnem megegyezik, míg az irányadó első kő nyílhegyként kiélezve, körülbelül 3 tonnányi tömegével uralja az irányt. A kiélezett és egy irányba mutató keresztvégek, mint 3 nyílvessző, nem égtáj irányt mutatnak, hanem a szomszédos 4-6 kilométernyire lévő hegyre irányulnak rá. Át is ruccantunk oda, és ott a 3 tonnás kő tökéletesen tükröztetett hasonmás ellendarabját megtaláltuk. Vagyis a kőkereszt,
ami Csobánkán található, és a másik helyen lévő ellendarabja irányt jelöl ki. A kőkereszt helyszínére még kétszer visszatértünk, annál is inkább, mert a világító energiacsatorna középpontjában méltó arany és ezüst áldozati eszközök sugárzását lehetett érzékelni. Bizonygatnom nem kell, nekünk ugyan nincs szükségünk kincsre, a mi kincseink a szívükben rejlenek. Elkezdtük hát a középpontból a látszólag össze-vissza hányt köveket kiszedegetni. Körülbelül 1 méter mélységben, ahol elsőként ezüstöt és aranyat jelzett a föld mélye, rátaláltunk a kirabolt és összetört agyagkorsókra. Tovább kutatva, 1,7 méter mélységben a kőkereszt előre mutató ékalakú kövének alapján újabb cserépedény töredékek következtek, melyek alá valamiféle, s nyilvánvalóan magyar ellenes portéka gúnyosan egy császári ezüst krajcát helyezett. Egy ezüst pénzt hagyott ott cserébe, habár erősen gyanítjuk, hogy a helyszínt időben többször is kirabolhatták. Visszatérve a kőkereszthez, Anonymus gesztájával kellene folytatnunk, mert a jelzett helyszín éppen a Fejéregyházára vezető hadi út 3-as kereszteződésénél található, a patak mentén, amely kőmederben folyik alá Attila városa felé. Mivel azonban ma nem létezik semmiféle fórum, sem nemzetet egységesítő eszme, ezért a kutatásokkal itt felhagytunk, a még fellelhető kőkeresztet pedig kissé rendbehozva megpróbáltuk átmenteni a vízöntő korába. Természetesen erről semmiféle fényképet nem hoztunk nyilvánosságra. Attila hajdani várában létezik egy kút. Ez a kút a vár legmagasabb pontján található, s még a legtikkasztóbb nyarakon is van benne víz. Hasonlóról a történelem folyamán egyetlen egy esetben tesznek említést az ősi iratok. Legalábbis mi idáig jutottunk. Ez az egy pedig Heródes királyvára, melynek kútja hajdan vezetéken keresztül egy távoli hegyről kapta a vizet. Igen, hajdan valóban volt egy Heródes király, de Attila várának a kutya ma is él. Biztosra mentünk tehát. Betápláló eret kerestünk, és azon nyomban vízvezetékre összpontosítottunk, mert hiszen nincs logikusabb annál, mint hogy amennyiben a kutat forrás táplálja, az a forrás 1000 évek alatt utat talált volna magának a hegy aljában is, nem pedig pont a hegy legtetején. A kúttól 1 méternyire már biztosan tudtuk, hogy a nyílegyenesen vezető forrás iránya valójában egy kiépített vízvezetékkel azonos, amely a szomszédos magasabb hegy vízgyűjtő területéről táplálkozik. És a kút helyszínén körülbelül 7 méter mélységben torkolik ebbe a várba lévő vízzel ellátott kutacskába. Vagyis a szomszédos magasabb hegyről az összegyűjtött víz csővezetékbe kerül, lejön a völgybe, majd a belső nyomása miatt felhatol a várba lévő kútba. Természetesen 1000 évek alatt jól elkoszolódhatott már a rendszer, azért említek 1000 éveket, mert egészen biztosan a Buda által tervezett vár az avar időkből működtetett néhány előtte ugyanitt felépített várra és alagút rendszere épülhetett rá. A kútrendszert igyekeztünk nem megbolygatni, a vízgyűjtő, a csővezeték rendszer és a kút között, ugyanis ha a völgyben
ezt a csővezetéket bárki megsértené, többé nyilvánvalóan víz nem kerülne a várban lévő kútba. Hát sajnos itt meg kell jegyezni, hogy mióta létezik ez a kutatás és keresés, jelzett kútba több szemetet és törmeléket haigáltak, mint az elmúlt 500 év alatt összesen. Visszatérve a vízvezetékre. Mentünk tehát a kúttól nyílegyenesen a szomszédos magasabb hegy irányába, talpunk alatt folyvást érzékelve a kiépített vízvezetéket, amely tehát a völgy legmélyén, alig 4 méter mélységben keresztezte a hajdani szekérutat, de volt sziklafal is, amely alatt a vezeték mélysége meghaladta 21 méter mélységet, illetve a mélysége meghaladta 21 métert is. No, innentől a vezeték mélysége lassan csökkenni kezdett, és hegynek felfelé kaptatva alattunk a kőbezárt vízvezeték mindinkább közelített a felszínhez. Egyszer csak elérkeztünk egy ponthoz, amely azt jelezte, hogy a vízvezeték felső vége, amely egy valamiféle ott lerakott kő alatt, a talpunktól mindössze 40 cm-re található. Minden keresgélés nélkül pontosan azon a helyen csákánnyal kibontottuk a jól eligazgatott és beiszapolt köveket, még nem 40 cm mélységben valójában egy tényleges kőre találtunk rá, megjelent egy hatalmas, faragott malomkő. A malomkő átmérője 140 cm-nyi, de nem tökéletes körvonalú, néhány cm-t oválisan a kör szimmetriától eltér, azonban a vastagsága 40 cm, tehát egy hatalmas, iszonyú tömegű malomkőre bukkantunk. És a malomkő tetején volt egy alig kivehető virág mintafarakás. Itt megálltunk. E malomkövet szépen letisztítva, a helyén hagyva lefényképeztük, majd tisztességgel visszatemettük, így módon nyom nélkül eltüntetve azt. Itt most semmiféle kutatásnak keresnivalója nincs. A környéken körülnézve nyomban több hatalmas kőszikla tűnt szembe, a hajdani források helyei, ahonnan a malomkő alatti vezeték, mint csápos kutakból összegyűjtötte a vizet. Nem bolygattunk meg semmit. Jól lehet, ez még csak a szűrőrendszer volt. Valamennyi szerte heverő hatalmas szikla alján bevésett, és egységes rovásjel hirdette, szent ez a szikla, ne bántsd. A rovásjel alakját szándékkal nem hozom nyilvánosságra, és valóban, bár a környék jelentősen fel volt forgatva, e sziklákat sohasem bántotta senki a mai napig. E rovásjelek mélysége, a faragás mélysége meghaladta az 5-6 cm. Ilyen hatalmas jeleket találtunk, melyek nagysága 30 cm-nél is nagyobb volt. A malomkőtől 8-10 méternyire két faragott követ találtunk jobbról és balfelől, egymásnak szembefordított elbetű alakban csiszolt sarkokkal elhelyezve, mintha valamiféle kapu lenne. No, itt elkezdtünk csákányozni, mert valószínűnek tűnt, hogy a körülbelül 4,5 méter mélységben lévő vízvezeték, a valódi vezeték itt kezdődik. E munka során minden pillanatban centiméterre követhető volt, hogy mennyit kell még dolgoznunk, s hány centiméterre vagyunk a csővezetéktől, míg végül éppen 4,5 méter mélységben és 0 cm-nél előkerült a hosszanti, sejmesen, sima, nagyon csodálatos és érdekes domborított kőlap, amelynél a munkát azonnal abba hagytuk. E kőlap teteje, mint a piros-barnára sült és égetett lett volna, teljes terjedelmében csodálatos fénytörés mutatott,
s mintha mindez valamiféle égetett máz lett volna rajta a kövön. Természetesen tovább nem működött a csákány, a mi kezünkben már nem, mert rombolásra már nem vállalkoztunk. E nagy hatású ősi munkát tisztelettel visszatemettük, a feltárás helyét eltüntettük, s amint lehetett mindent, úgy hagytunk ott, ahogyan megtaláltuk. Néhány gondolat erről a mázzal bevont, szinte égetett kőről. Ez ismét előkerül perceken belül az alagútrendszereknél. Ez a kő folyamatosnak tudható, megszakítás nélküli, igen masszív szerkezet, ugyanakkor csodálatra méltóan rugalmas. Nos, ez az a réteg, amely alatt a vízvezeték feltétlenül található, és ez az a réteg, amit mi nem voltunk hajlandók sehol megcsákányozni. A pilisi alagútak az avarkort is beleértve az Árpádház férfiágának vatikáni befagyasztásáig mind-mind hasonló szisztéma szerint épültek. Az átlagosan mindenütt 5 méter mélységben haladó alagutak, melyek mélységüket patakok mocsara kereszteződésénél 7 méterig süllyesztve vannak, mélységüket tekintve tehát az 5 méter tartják. Ezen alagutak a hegyekre felmásznak, vagyis nem vízszintesen haladnak az alagutak, hanem a domborzati viszonyokat követni igyekeznek. Feltehetően az alagutak helyét először V alakban hosszan kiásták, oldalt kőlapokkal látták el, tetejükre vastag kőlapokat helyeztek, kőtáblákat, amelyek meg voltak faragva, és vagy azzal a bizonyos önthető granulátummal végigöntve tették résmentessé a rendszert és az alagutakat, vagy pedig a vízvezetékhez hasonló eljárással, mintha még meg is égették volna. De ez esetben ugyanez az anyag elszíneződött, márványossá és sejmes tapintásúvá vált. Arról azonban mi sem feledkeztünk meg, ha bár szerencsénk nem volt, hogy e kőgranulátumnak feltételezhetően létezett másik vagy esetleg többféle komponense is. Ezeket nem sikerült megismernünk. Miután tehát az alagutakat felülről vízmentesítették, beiszapolták, mindenütt köveket helyeztek el rajta olyan formán, hogy közvetlenül az alagutak kőlapjaira hatalmas sok tonnás sziklák kerültek, feljebb egyre kisebb köveket téve, beiszapolva temették el, tüntették el ezeket a mesterséges járatokat. Alagutak esetén a szellőző rendszert egyet sem találtuk meg, de valószínűnek tartottuk, hogy a szellőzőrendszer maga az alagutakon hosszán mindenütt felelhető kutak tömege. Ezek a kutak tehát 7-14, olykor 18 méter mélységűek, és kővel csodálatosan kidolgozottak. Egyetlen egy kutat találtunk, amelynek oldalában a kövek, a sziklák hevenyészve, sárba rakva voltak elhelyezve, úgyhogy bármelyik kő kifordítható lett volna a sárból, de biztosak voltunk abban, hogy ezt a hevenyészet kutat csupán néhány száz évvel ezelőtt készítették, jóval az alagútrendszer és a pincerendszerek valódi kora után. No tehát, ha egy pórember ma talál egy alagutat, és ki szeretné azt ásni, akkor először kidobálhatja csákánnyal az apróbb köveket, ugyanis ezek is be vannak iszapolva, majd öles kövekkel találja szemközt magát, közvetlen az alagutak fedőlapjai felett pedig tonnás sziklákba ütközik, ahol ma megáll a tudomány. Ezekkel az alagutakkal és ezekkel a sziklákkal
jól szervezett barlangász csoportok sem tudtak boldogulni. A Pilist járva összesen két olyan helyet találtunk, ahol ezek az alagutak 1600-2600 év alatt beszakadtak, de még ezeken a helyeken is utólag minden ugyanezzel az öntött kő technológiával utólag be van öntve. Ez pedig immár gyanakodhatunk, hogy az elmúlt 250 év produktuma, vagyis ugyanazon nemzetközi eszme szüleménye, amely a magyarságot lebénítani igyekszik, és felejtésre ítéli. Sokáig úgy gondoltuk, hogy a híres nevezetes Pilis háromszög átfogójaként valaha a Solymár környéki völgyben is a Dunának kellett folynia. Hiszen ez lehetett volna a Pilis természetes védelme. Ez az elmélet azonban elszállt, mihelyt ráébredtünk, hogy a solymári völgyi téglagyárak agyagfejtő gödreiben egyetlen darab kavics sincs még 50 méter mélységben sem. Folyó tehát itt nem folyhatott. Úgy tűnik, hogy a Pilis háromszög átfogójaként a teljes solymári völgy, mondhatni Esztergomtól Aquincumig, természet adta védelemként el lehetett láposítva, el volt hínárosítva. Ezen felül nyomokban egy körülbelül 3 méter vastagságú, vörös színű téglafal maradványait lehet találni, amely 100 évvel ezelőtt még hosszan állott például Pilisborosjelen. Ez a 3 méter széles, vörös színű téglafal, nem tudhatjuk, de feltehetően az elláposított solymári völgy hossza mentén végig megtalálható lehetett. E nehezített körülmények közepette is a Pilisnek ezen átfogó oldalán mindössze egyetlen bejárat létezhetett Esztergomtól Aquincumig. Ez pedig a mai Pilisszánton található bejárat. E bejáratot hatalmas létesítmények, megszentelt védőbástyák védték, máig is köztük halad át az országot. A védőbástyák közötti kaput felszentelt katonai papi rend felügyelte, s a hosszanti erődítményfalhoz a védőbástyák nem akármilyen módon kapcsolódtak. E védőbástyák közvetlen környezetében ugyanis, megismételve, hogy a védőbástyákból máig a krisztusi szeretet ereje árad, e bástyákról akadémikusok állapították meg, hogy olyan kőzet, amelyből a bástyák és környezetei állanak, a valóságban nem létezhetne. Nos, a bástyák olyan téglákkal kapcsolódnak a hajdani, lóval is járható erődítmény falaihoz, amelyek kemény külső rétege, likacsos, ikersejt, vörös színű tartó szerkezet, akár a mai ikersejt téglát, amely világos szürke masszával tele van öntve. Mi magunk a máig ezer szám felelhető hasonló mesterséges téglanyagok százait találtuk és vizsgáltuk át. A mi magyarázatunk a következő. Jerikó falait harsonaszóval le lehetett rombolni. Ezt mondhatjuk történelmi tény. Nos, a Pilisszántói falnak így módon nem lehetne ártani, mert a vörös színű befogadó anyag, amelyben a lyukacsok vannak, akár a mai ikersejt téglában tehát, teljesen más rezgés állapotúak, mint a bennük lévő öntött szürke betétállomány. És az ember által megszólaltatott harsonaszónak hol a külső vörös, hol pedig a belső szürke téglaállomány bőven felváltva ellenállna. Ezen elmélet száfolását, vagy igazolását valamennyi érdeklődőtől szívesen vennénk. Kedves jó barátunknál, Szőnyi Józsefnél,
aki 16 évig volt Pilisszántó elhivatott polgármestere, ilyen téglanyag bármikor található. Pilisszántó templom alatt már akkor 9 alagút keresztezte egymást, amikor templom ott még megálmodva sem volt. Szőnyi József rejtekadó pincéjében boltív, boltívbe lett beleépítve, boltívből boltívet metszettek ki, mi magunk egyre csak lefelé haladva a számolást a 10. befalazott és megcsonkított boltívnél abbahagytuk. A fellelhető legalsó szint alagútjait, ahol boltív már nem található, a Sziriuszi úzok mesterember kasztja építette. Hogy kik ők, azt mi nem tudhatjuk. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy több összecsengő információ szerint a hajdani 24 törzsszövetség, a Keve nemzetség, birtokán található népe adta azokat a kőfaragókat, akik egyesek szerint Egyiptom ősi szobrait is készítették. A Keve nemzetségnek a Pilis területén kiemelt várrendszere és birtoka lehetett, ugyanakkor majdnem köztudottan övék volt a Csepel-sziget is. A Keve nemzetség kőfaragó nemzetség volt, és nagyon sok információ szerint ez a kőfaragó nemzetség a régi korokban nagyon is ismert nemzetség volt. Feltételezésünk szerint a Nagy Kevély és a Kis Kevély hegyének neve az ő nemzetség törzsi nevükből származhat. Csodálat találtunk meg tucatnyi kőlap, temetői felirat és dombormű előtt, melyek egységes sajátossága következő. Ahol a Mária rózsája az egyik szegletben kőbe van vésve, ott a másik szegletben ki lett domborítva. Ahol az egyik keresztforma kőbe van vésve, ott a kereszt másik szára ki van domborítva, és körülötte a felesleges követ fejtették le. Feltehetően nem divat hóbort volt ez, de mi a témán csak csodálkoztunk, hogy miért történt és mi volt a szimbólumérték lényege, azt nem vizsgáltuk. Mi éppen így csodálat találunk meg minden olyan kapufélfa előtt is, melynek egyik oldalára máig a napot, másik oldalára pedig a holdat vésik. A következő téma, záró téma nem a Pilishez tartozik. Csupán megismételni szándékozom, hogy nem mi vagyunk a Pilis szükséges, elégséges és szakértő beavatottjai, sem feltárói. Mi magunk, amik lehetett, megpróbáltuk megtenni. Munkaórák tucatjaival, szabadidőnkkel, jólélekkel segítve azokat, akiknek a segítségre talán szükségük lehetett. Mi magunk mégis inkább háttérben maradunk, csendben alulról építgetjük a távoli jövőt. A távoli jövőt, amelynek energetikai fény alakja a hármas kereszt. E lelki érzelmi önmagunkra találáshoz mindenkinek szívből drukkolunk, mert hiszen mi sem vagyunk egyedül. A látszattal szemben ugyanis, ami a magyarsággal történik,
Nem vesztesség az, csupán a tapasztalataink hiánya. A tapasztalataink hiánya, amit egy kellő, erkölcsi, etikai tartással rendelkező magyar ember a fizikai szinten kell, hogy átéljen. Mindenkinek drukkolunk a jövőben, mert a feladataink nehezednek. Se nehéz körülmények közepette nem fontos, hogy a pilist és külsőségeket tárjunk föl, nem fontos, hogy bizonygassuk nemzeti hovatartozásunkat és nemzeti érzelmeinket, a fontos az, hogy az ember, a környezet és a külsőségek bármiféle intézkedéseire tanuljon meg szépen reagálni, és önmagában találja meg a megoldást. Ezzel elbúcsúzom kedves érdeklődőktől, félbeszakítva a pilis kutatását, és egyelőre elhagyva továbbiakat, ugyanis a feladat innen kezdve és a küzdés személyre szabott.